Segítség a fedél nélkülieknek, asztalos műhelyt és varrodát alakítottak ki számukra Nyíregyházán. Drágul a kenyér, akár a 400 forintot is meghaladhatja a kilós kenyér ára tavasszal. Disznóság és pálinka, böllérek találkoztak Szent András napján napkoron. Új intézmény segíti a hajléktalanok foglalkoztatását Nyíregyházán. Az evangélikus egyház által fenntartott Noé bárkája foglalkoztatási centrumban asztalos műhelyt és varrodát alakítottak ki. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Az épület felújítását 153 millió forintos pályázati forrásból valósították meg, a foglalkoztatási centrum kialakítását a belügyminisztérium is támogatta. Az új intézmény a tervek szerint a jövőben közösségi tanműhelyként is működik majd a fiatalok számára. Korszerű varrógépek és faanyagok megmunkálására alkalmas eszközök is helyet kaptak ebben a frissen felújított épületben Nyíregyháza kertvárosában. Az evangélikus egyház tavaly a megyeszékhely önkormányzatától vásárolta meg ezt az épületet, mostanra pedig egy foglalkoztatási centrummá alakította azt. Az intézményt a híres bibliai történet alapján Noé bárkájának nevezték el. A fő cél itt is a megmentés, az egyház a közfoglalkoztatással szeretne segíteni a rászorulókon. Elsősorban az épületet a hajléktalanok számára hoztuk létre azzal a szándékkal, hogy a közfoglalkoztatás az ne a zsákutca legyen, hanem fölkészítés a nyílt munkaerőpiacra, hogy azok a ránk bizottak, akik élnek velünk, akiket mi segítünk, azok ne intézményfüggő emberek legyenek, hanem újra önálló egzisztenciát legyenek képesek megteremteni. Ehhez lakni kell tudni, közösségbe kell lenni, meg foglalkozásuknak is kell, hogy legyen. És mi ebben szeretnénk nekik ezzel az intézménnyel segíteni. Az épület felújítását 153 millió forintos pályázati forrásból valósította meg a felekezet, a foglalkoztatási centrum kialakítását pedig a belügyminisztérium is támogatta. Az átadó ünnepségen Langerni Viktor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott, az evangélikusok szociális intézmény rendszerének programjai egyre több hajléktalan élethelyzetén segítenek. A rászorultak önmaguk is megtapasztalhatják azt, hogy a saját rászorultságukon felülemelkedve tulajdonképpen segítőkké válhatnak. Tehát ebben nagyon sokat segít nekik az evangélikus egyháznak ez a nyíregyházi csapata, hogy ők maguk is képesek legyenek másoknak segíteni, és ezzel megerősödni abban, hogy az életüknek nagyon komoly értelme van, ők is részesei a társadalomnak, értékes részesei. Foglalkoztatás van, tehát munkahelyet kapnak, bért kapnak, mentorálást kapnak, de irgalmasak és segítők lehetnek az embertársaikkal. A tervek szerint az új intézménynek nem csak a rászorulók foglalkoztatásában lesz szerepe. Az oltalom szeretett szolgálat tavasztól egyfajta tanműhelyként is szeretné üzemeltetni az épületet. Így a tervek szerint bárki, aki érdeklődik az asztalos szakma vagy a varrodai munka rejtelmei iránt, szabadon használhatja majd az ott elhelyezett eszközöket. Akár a 400 forintot is meghaladhatja a kilós kenyér ára jövő tavasszal. Jelentősen emelkedett a lisztára, és több lett a pékségek bérköltsége is. A Pékszövetség alelnöke úgy látja, januárban elérheti a 140 forintot is a liszt kilónkénti felvásárlói ára, ami meglátszik majd a péksütemények árában is. Lakatos Tibor azt mondta, az áremelkedés átalakítja majd a vásárlói szokásokat is. Jó minőségű lisztből lehet igazán ízletes péksüteményt, kenyeret és egyebet előállítani. Idén jó volt a gabonatermés, mind mennyiségben, mind minőségben elégedettek voltak vele az ágazat szereplői. A magyarországi igények kielégítésére 1,2 milliárd tonna liszt szükséges, ami rendelkezésre áll,
de a gazdák, kihasználva, hogy uniós és kormányzati támogatásokból modern magtárakat tudtak építeni, kivárnak és nem értékesítik belföldön a betakarított gabonát. A Pékszövetség alelnöke azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy ezért is emelkedett a tavalyi 80 forint körüli kilónkénti árról 120 forintra a liszt felvásárlási ára. Az alatás után, ha emlékszünk, 80 és 85 forint között volt a gabonának az ára, amit ugye a termelők, a gazdák a mai pillanatnak a figyelme vételével ilyen 100-102 forint körül adják el a malmoknak. Tehát eleve az következett be, hogy a gazdák nem voltak eladási kényszerben, voltak és vannak is tároló kapacitásaik, és emiatt kívánnak, és ugye az eladási ár most pedig a világpiaci árhoz igazodik, tehát igazából azt gondolom, hogy nem is a malmok a hibásak, hogy emelkedett a lisztára, hanem a gazdáknak az eladási kényszerének a hiánya okozza ezt a magas gabona és a lisztár emelkedést is. A Pékszövetség alelnöke úgy tudja, a gazdák egy része inkább exportálja a gabonát. Van, aki Egyiptomban adja el a termését. Az alapanyag drágulása mellett nőtt a bérköltség is a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt, de az energiaárak is magasabbak, mint korábban. Januárban újabb liszt áremelés várható, amely végén elérheti a 140 forintos kilónkénti árat. Aki ezt nem tudja, ezeket a költségnövekedéseket tovább érvényesíti, az átadási árakban hangsúlyozom mindig, hogy a fogyasztói ár, vagy az a kereskedőnek a üzletpolitikájától függ, mi pékek azt tudjuk, hogy az átadási ár hogyan növekszik. A Gazdaságkutató Intézettel végeztünk a Pékszövetség 2019-ben is egy elemzést a három alapot, a négy alapvető termékre, a félbarna kenyér, fehér kenyér, kifli és zsömére, és ezeket az adatokat most megkértük a napokba, hogy aktualizálják, és ennek megfelelően kihoztak egy számítást, amely kijön a fehér kenyérnek az önköltséget beleszámítva a segédanyagokat, alapanyagokat, bérköltséget 245 forintra jön ki. Tehát is azt mondjuk, hogy ha ezzel csak az áfát rátesszük, meg a kereskedő hasznát, akkor ott vagyunk az a 400 forint közüli jelen pillanati átadási árnál vagyunk. Nem az a probléma, a malmok elővezése szerint januárban, illetve márciusban újabb lisztár emelkedés várható, és azt hiszem ez lesz a legnehezebb ezeket kigazdálkodni. Ugye nyilván átadási ár emelkedés el fog járni a sütőpéterméknek az előállítása. Lakatos Tibor úgy látja, az áremelkedés után 400 forint feletti lehet a kilós kenyér átvételi ára. Ha erre a kereskedők még ráteszik saját árrésüket, akkor megközelítheti az 500 forintos árat a kilós kenyér ára. Az áremelkedés hatással lehet a fogyasztói szokásokra is. Elképzelhető, hogy a vásárlók mennyiségben kevesebbet, de minőségi terméket választanak a boltokban a hagyományos kilós kenyér helyett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megjelent a madárinfluenza. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal több tízezer pecsenye kacsa és tenyésztyúk leülését rendelte el egy pátruhai és egy a megye határtól csupán néhány kilométerre fekvő nyíradonyi telephelyen. A járvány terjedését a vonuló vadmadarak gyorsították fel az ország több pontján, az országos főállatorvos megyénkben is szigorítást rendelt el. Ezek a tiszadobi csirkék, tyúkok és kakasok erejük teljében vannak, az ősz és a tél fordulóján azonban ők is fokozott veszélynek vannak kitéve. A költöző vadmadarak november elején kezdték el terjeszteni a madárinfluenzát. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal először Bács-Kiskun megyei telepeken állapította meg a vírus jelenlétét. A betegség ezt követően átterjedt Csongrád-Csanád, majd Békés megyei Szárnyasokra, múlt hét végén pedig a hatóság a Hajdú-Bihar megyei Nyíradonyban és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pátrohán rendelte el több mint 30 ezer baromfi leülését. A madárinfluenza megbetegedés gócpontja az mindig Közép- és Dél-Magyarország. Ahogy mi hívjuk a Bermuda háromszög, a Csongrád, Békés egy része és Bács-Kiskun megye. Ott van a legnagyobb sűrűségben haszonállattartás, és a haszonállatok közül is leginkább a kacsák és a libák
betegednek meg, hisz ezek járnak ki a szabadba, míg akár a pátrói eset is, az egy zártartásban bekövetkezett fertőzés volt. Valószínű valami olyan göngyöleggel, eszközzel hurcoltam az ott dolgozó munkavállalók valamelyike, aki kint a szabadban, akár otthon találkozhatott a madárinfluenza vírusával. A megye legnagyobb baromfi feldolgozó vállalkozásának tulajdonosa hozzátette, a telepeknek ma már nagyon szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelni. Mint mondta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei állattartók rendszerint betartják a szabályokat, a gazdák egyéni felelőssége ugyanakkor ebben az időszakban még jelentősebb. Az ország valamennyi megyéjét figyelembe véve a legnagyobb állattartó, baromfi állattartó megye, a mi megyénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, viszont az itt felnevelt állatok 95%-a zártartásban nevelkedik, tehát nem jár ki a szabadba, és még egyszer mondom, vigyázni, megelőzni és odafigyelni. Ez az egyetlen megoldás, amelyik megelőzheti a jelentős káreseményt. A járvány megfékezése érdekében az országos főállatorvos 7 megyében rendelte el a baromfi kötelező zártan tartását, a magas kockázatúnak azonosított területek között visszavonásig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is szerepel. Disznótoros ételeket és pálinkákat kóstolhattak azok, akik ellátogattak napkorra a Szent András napi disznóvágás és pálinka mustra elnevezésű rendezvényre. Az eseményen a gazdák arra is szakítottak időt, hogy tárgyaljanak a sertés ágazatot érintő aktuális problémákról. Ha nem is volt kolbászból a kerítés, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének sátránál a mennyiséget látva akár abból is lehetett volna. A NAK, a MAGOSZ és a Nyírségi Együttműködési Nonprofit Kft. Szervezésében hagyományőrző céllal hívták életre a Szent András napi disznóvágás és pálinkamusta nevű rendezvényt. Önkormányzatok, baráti társaságok vágtak le és dolgoztak fel egy-egy disznót, emellett a gazdáknak is lehetőségük nyílt arra, hogy beszéljenek az ágazatot érintő problémákról. Az Agrárgazdasági Kamara úgy érzi, hogy az ehhez hasonló rendezvények mellé kell állni, ahol azt a gazdatársadalmat össze lehet hozni, információcsere alkalmasságra ez nagyon megfelel, hogy azokat a kérdéseket, problémákat, amik egy-egy még járásonként is eltérően jelentkeznek. Én azt gondolom, hogy csak ez az egy lehetőség van arra, hogy olyan embereknek a birtokába jutassuk az információt, akik ebben tenni, intézkedni tudnak, és a megoldást elő tudják segíteni. Valamikor szinte minden vidéki háznál tartottak sertést, a karácsony előtti időszak elképzelhetetlen volt disznóvágás nélkül. Ma már inkább csak a hasonló rendezvényeken találkozhatnak a régi módszerekkel és ízekkel az érdeklődők. Azoknak a korosztályoknak, amelyek még látnak igazi disznóvágást, azoknak nosztalgia is, hiszen a gyermekkorunkra emlékeztet, vagy a családi hagyományra, amit ez számunkra jelentett, vagy jelent mai napig is. A fiatalabb korosztályoknak pedig egyértelműen a hagyomány ápolás, hagyomány átörökítését jelenti, hiszen már úgy nőnek fel a generációk, hogy nem láttak disznóvágást. Tehát gondolom, hogy fontos legalább ilyen módon átadni ezt a hagyományt a fiatalabb generációknak. Hogyha már házi disznóvágás nincs, akkor legyen egy ilyen közösségi alkalom, amikor ők is tudják ezt az élményt átélni, és ilyen módon valóban megerősíthet az identitásuk a megyéhez, a tájhoz, a településhez való kötődésük. A sátra került készültek a hagyományos disznótoros ételek, a geszteréliek is teljes kínálattal várták a betérő vendégeket. A hagymásvér az nem maradhat el, de amellett még velőspiritós, a velőspiritós mellé már jött a sültszalona, aztán a toroskáposzta, hurka, kolbász, természetesen a sült húsok most fognak következni, de emellett a pogácsától kezdve, a forradbortól, a tejától kezdve, hát akinek kedve van, sört is íhat, pálinkát, tényleg a pálinka most a többféle pálinkával nálunk megvalósulhat. A disznóságok és pálinkák kóstolása mellett koncerteket is láthattak az érdeklődők. A szervezők tervei szerint minden évben más településen rendezik majd meg a hagyományőrző fesztivált. A járványhelyzet ellenére bízik benne, hogy újabb versenyeken is megmérettetheti magát, de Marcsek Dániel, a Nyírségtánc együttes tagja. A fiatal néptánc művész október végén vehette át második aranysarkantyúját Békés Csabán, mely a műfaj szólistáinak egyik legrangosabb elismerése. A Nyírség a közelmúltban a Szekszárdi Néptánc Fesztiválra készült, ez azonban a Covid-járvány miatt idén elmaradt.
Két kötelező és egy szabadon választott tánccal mérik össze tudásukat a versenyzők az Országos Szólótánc Fesztiválon Békés Csabán. A verseny idén volt negyedszázados. Presztízsét mutatja, hogy két évente rendezik meg. Az itt elnyerhető aranysarkantyús, lányok esetében pedig az aranygyöngyös táncos címet pályája során három alkalommal kaphatja meg egy művész. Ezt követően már csak kísérőpartnerként vagy zsűritagként vehet részt a versenyen. Demarcsek Dániel, a Nyírség táncegyüttes oszlopos tagja, a közelmúltban második ilyen címével tért haza a megmérettetésről. Bizonyos értelemben jobb később megszerezni. Én most voltam negyedjére ezen a versenyen, amikor először voltam, akkor külön díjat kaptam, másodjára megkaptam az elsőt, amikor harmadjára mentem, megint külön díjat kaptam, és most negyedjére meg a másodikot. A fiatal művész elmondta, a Nyírség táncegyüttessel a novemberi Szekszárdi Néptáncfesztiválra készültek, ez azonban a járványhelyzet miatt idén elmaradt. Egy évre fogházba küldeni az ügyészség azt a sofőrt, aki idén áprilisban a 41-es főúton a Baktalóránt házi elágazásnál halálos balesetet okozott. Rohott felől érkezett 60-as táblánál a vádirat szerint 142 km/h sebességgel, ahol ütközött egy autóssal, aki a stop tábla ellenére nem állt meg, hanem kifordult a főútra. Az ütközés olyan nagy volt, hogy a sértett sofőr meghalt. Ha a vétkes sofőr lemond a tárgyalásról, akkor az ügyészség egy év lett töltendő fogházbüntetésre ítélné, és 3 évre bevonná a jogosítványát. Talán éppen az ilyen közlekedési baleset elkerülése érdekében fokozott ellenőrzést rendelt el a megye teljes területén a megyei rendőrfőkapitány. Farkas József dandártábornok december 1-e és jövő év február 28-a között rendelt el szigorú ellenőrzést a közrend és a közbiztonság fenntartása, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása érdekében. Miskolcon a DVTK ellen zárja szerdán az alapszakasz első körét az Extra Ligában a Fátum Nyíregyháza. Németh Szabolcs együttese szombaton a Magyar Kupában a Székesfehérvárt fogadja, majd jövő csütörtökön Bajnokok Ligája mérkőzésen lépnek pályára a Continental Arénában az olasz Conegliano ellen a nyíregyházi röplabdázók. Sűrű program, 6 mérkőzés vár decemberben a nyíregyházi csapatra. Nyitánként szerdán, amíg nyeretlen DVTK otthonában lép pályára Németh Szabolcs együttese az Extraliga első körének zárófordulójában. Az elmúlt héten a Bajnokok Ligájában a lengyel Chemik Polis otthonában 3-0-ás vereséggel bemutatkozó Fátum a hazai bajnokságban is kikapott 2 alkalommal. A vezetőedző szerint már kezdenek visszatérni arra az útra, amelyen haladni szeretne a csapat. Azt kell mondjam, hogy egy kicsit nehezebb időszakot próbálunk magunk mögött hagyni, mert volt ugye az a 2 vereségünk a bajnokságban, illetve a Bajnokok Ligájában, de ahogy azt mondtuk is már az elején, az egy másik kávéház, ha lehet így fogalmazni. Viszont azért nagyon fájó volt azt a 2 bajnoki mérkőzést elveszíteni, mert ennyivel nem volt jobb a Békés Csaba itt hazai pályán, illetve a Vasas annyival nem volt jobb, mint amennyit ugye közé tudott tenni, de ezt megpróbáltuk mögöttünk hagyni. Már a Balatonfüred ellen az utolsó bajnoki mérkőzésünkön már látszódott egy ívelő útnak az eleje. Azt szeretnénk tovább minni, holnapi nap folyamán a Diósgyőr ellen fogjuk zárni az első kört. Azt szeretnénk minél magabiztosabban megnyerni, és akkor is ezt azt eredményezni, hogy a tabella második helyére tudunk feljönni, ami ugye nálunk alapvető követelmény, hogy ott legyünk a tabella élén, mert ugye azért nem kis célokat fogalmaztunk meg a bajnokság elején. A Fátum Nyíregyháza szombaton a Magyar Kupában a Székesfehérvárt fogadja. Az első meccsen idegenben 3-0-ra nyert Németh Szabolcs csapata. A kupa visszavágót követően pedig az olasz Conegliano elleni Bajnokok Ligája mérkőzés kerül a fókuszba. A lengyel és az olasz csapat nagyon-nagyon kiemelkedik, nem csak a csoportunkból, hanem úgy összességében ugye a BL mezőnyből is. Ugye vannak ezek a csapatok, és szerencsére, szerencsétlenségünkre pont ezt a 2 csapatot kaptuk meg. Mondom ezt azért, mert rengeteget lehet tanulni. Már az első mérkőzésen is függetlenül attól, hogy nagyon... Mondhatni, nagyon kikaptunk, azért voltak biztató jelek a mérkőzésen belül, de azért effektíve sima lengyel győzelem született. Rengeteg olyan tanulságos dolog történt a mérkőzésen, amiből nagyon sokat lehet a későbbiekben profitálni. Én teljes mértékben erre számítok az olaszok ellen is. Nem feltett kézzel fogunk felmenni a pályára, én ezt kértem a lányoktól is, hogy ne úgy vegyék, tényleg a világ legjobb csapata
legjobb klubcsapata fog ide Continental Arénába érkezni. A Fátum Nyíregyháza Konyeliánu Bajnokok Ligája mérkőzés december 9-én láthatják majd a szurkolók. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Új intézmény segíti a hajléktalanok foglalkoztatását Nyíregyházán. Az evangélikus egyház által fenntartott Noé bárkája foglalkoztatási centrumban asztalos műhelyt és varrodát alakítottak ki. Az épület felújítását 153 millió forintos pályázati forrásból valósították meg, a foglalkoztatási centrum kialakítását a belügyminisztérium is támogatta. Az új intézmény a tervek szerint a jövőben közösségi tanműhelyként is működik majd a fiatalok számára. Akár a 400 forintot is meghaladhatja a kilós kenyér ára jövő tavasszal. Jelentősen emelkedett a liszt ára, és több lett a pékségek bérköltsége is. A Pékszövetség alelnöke úgy látja, januárban elérheti a 140 forintot is a liszt kilónkénti felvásárlói ára, ami meglátszik majd a péksütemények árában is. Lakatos Tibor azt mondta, az áremelkedés átalakítja majd a vásárlói szokásokat is. Disznótoros ételeket és pálinkákat kóstolhattak azok, akik ellátogattak napkorra a Szent András napi disznóvágás és pálinka mustra elnevezésű rendezvényre. Az eseményen a gazdák arra is szakítottak időt, hogy tárgyaljanak a sertés ágazatot érintő aktuális problémákról. November 30-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedeste erős szél és borult ég lesz felettünk, de hajnalra felszakadozik a felhőzet, általában mínusz 2 és 3 fok közé hűl le a levegő. Szerdán marad a néhol napos, néhol borongós idő, de eső nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között valószínű. A hét további részében marad a hideg, őszies idő, jelentősebb eső a hétvégén várható.